Hello, sziasztok! Ez itt Kerberus. Nagyon, de nagyon sűrűek a napok, és ezzel pedig egyenesen arányos a demotiváltságom, mármint nem csak a napok sűrűségével, hanem azzal a fokú őrülettel, amit újabban a hősök képviselnek. Ugye lehet tudni, körülbelül kismillió csillió új hősről, itt vannak az új szezonálisok, vámpírok, amikről még nem készítettem videót, de már lehet tudni az elementál új quest sorozat új hőseiről, lehet tudni a következő szezonatos hősökről, az új portálhősökről, mint például Anna Itni, és én még nem is tudom, hogy mikről lehet tudni, de tegnap már megint küldtek nekem, vagy 10-15 új hős, szóval ez már sok, úgy érzem magamon, hogy hát nem tudom, per pillanat azt gondolom, hogy így vége fele jár valami. Hát nézzük Annát, hogy ő se hozta vissza a játékkedvet, a nagy-nagy játékkedvet. Lehetett hallani róla, talán nem is lesz featured, ezt nem lépték meg, végső soron nagyobb százalékos eséllyel lehet rá pörgetni, de hát nyilván azért ez még mindig elenyésztő. Anna fighter harcos osztályba tartozik, hogy hogyan is változtattak, arra emlékszem, hogy változtattak a családon, a családokon, a régi eventek család bónuszain, itt látszik is, hogy a támadás, hát az tulajdonképpen majdnem mellékes, plusz 3, 6, 10, 15 százalékkal, viszont a mana töltés gyorsítása, az azért nem annyira mellékes, hogyha megvan mind az 5 kalózotok, akkor plusz 12 százalék mana generációt nyernek fejenként. Először jön még egy varázsló vagy Kyklops Troop, akkor 32-nél tartunk, és mindenképpen a talentekkel vagy 34 vagy 36 százalékos mana bónusz, így instant. Mit jelent ez a gyakorlatban, hogy az egyébként is gyors hősöket még jobban meg lehet gyorsítani. Nyilván ez nem annyira reális forgatókönyv, csak azért mondom el, mert már egy ilyen őrültet is láttam defenzen, aki betette az 5 kalózt, és akkor onnantól kezdve ihaj-tyuhaj. Hát, mint hogy fighter osztály, nyilvánvalóan az egyik legerősebb osztályba tartozik Anna, aki simán lehet tankként játszatni, miért is gyors manatöltéssel rendelkezik, és Cannon Blast, azaz ágy lövedék különleges képessége, ami 550%-ot sebez az ellenfélnek. Ez egy még most is, a legeslegerősebb sniperek kategóriájába tartozik, hiszen hogyha visszaemlékeztek, akkor nem is olyan rég, amikor kijöttek a barbár hősök, ugye Slayer kategóriában a kék, akinek most nem ugrik be a neve, de meg is nézzük, ő sebzett hasonló százalékos arányban. És akkor még nem Slayer manatöltésről beszéltünk, hanem lassú manatöltés, és az gyorsult fokozatosan, Katal. Na, 570%-os sebzést oszt ki, és majdnem, mondjuk így, majdnem lassú manatöltés mellett, addig Ann gyors manatöltés mellett oszta ki az 550-et. Igazából ennyi is elég lenne, és akkor egy rendkívül erős snipert kapnánk, akinek megvan az esélye, hogy újra éledjen, és lőjön még egyet, de hát nyilvánvalóan itt nem ér véget a sztori. Ha az ellenfélnek több mint 50% életereje van, mielőtt megkapná ezt a sebzést, akkor újra targetel, azaz új célpontot választ ki N, gondoljunk kék testvérére, és ugye tovább ugrik, és amíg 50% felett vannak az életerők, addig ugrál tovább, egyre csak tovább, ugye úgy, mint Finley, csak hát ő 4-20-szal kezd, addig Ann 5-50-nel. Ezek a sebzések valamivel gyengülnek. Hát erre annyit mondanák, hogy épp az előbb megkukkantottam, van-e fent róla már videó, és van egy orosz játékos, hát nyilván több is van, én egy olyat csíptem el, ahogy úgy sül el Anna, hogy te neked, mint támadó játékosnak, 3-5 csillagos karaktered éppen 50% felett van, abból kapásból kettőt megöl, harmadiknak marad minimális élete, a negyedik ellenfélen van egy defense down,
és egy ilyen 1100 élet körüli életerővel rendelkezik, őt is instant megöli, és egy ötödik karakter, az pedig ez az új Annabella, négy csillagos hős volt, akinek szintén közel maxos életről olyan 10-15% körülire üti le az életerejét, úgyhogy Annával gyakorlatilag iszonyúan megéri tankolni, ha nem tudod kivenni őt azelőtt, hogy betöltene, és hát azért mégiscsak legyünk racionálisak, 7 csempéből tölt, hogyha ez leggyakrabban el fog sülni, akkor gyakorlatilag kaptunk egy gyors mana töltődésű kufut. Hogy jobb vagy rosszabb, a direkt sebzésben hát nagyjából, hogy 5-50-nel kezd, valamivel csökken kufu, ha a rejtett aktívja aktivizálódik, akkor 5-20-at sebez mindenkire. Nagyjából kaptunk egy gyors kufut, nyugodtan mondhatjuk így. És hogyha ugye ő tankol, akkor még nagy-nagy valószínűséggel a te hőseid mind 50% felett lesznek, úgyhogy mindenki be fogja nyalni ezt az 50%-ot. De tényleg, hogyha még nincs is már senki 50% felett, egy ellenfélre 5-50 sebzés, és még egyre 5-20 mondjuk, vagy nem tudom én mennyi, hát az mindig még 1000% körüli, könyörgöm, 1000% körüli sebzés gyors mana töltődéssel. Ezt már annyiszor eljátszottuk, hogy hova lehet még fokozni ezt az őrületet, lehet. Igazából tényleg bevallom őszintén, hogy nem néztem meg, hogy az új hősök miket fognak tudni, meg mit se. Meg azt se, hogy milyen portálból jönnek, már nem nagyon tud felcsigázni, mert tényleg saját maguk alatt vágják a fát. Ez innentől kezdve már élvezhetetlen. Nem tudod kihasználni, nem tudsz örülni egy hősnek, mert mielőtt maxolnád, egy hét múlva már egy új portálból egy annál és imbább hőst dobnak ki piacra. Na de még mindig nem ért véget ám a történet. Egészen elképesztő. Harmadik pontként azt mondja, hogy ha az eltalált ellenfelek speciális képességet akarnak használni a következő 4 körben, akkor ők a következő élmenteket, negatív státusz effektusokat nyerik. Mínusz 34% támadás, mínusz 34% defense, és mínusz 24% mana generation 4 kör erőig. Nem fűznék hozzá többet, azaz egyetlen opciód van, kivenni őt, mielőtt elsülne. Ha ez nem sikerül, akkor még van egy félig meddig második opciód, cleanse ezes karakterrel rendelkezni, ami eltávolítja ezt a fajta debuffot. Ha ez nem sikerül, akkor tutira game over. És ennek van egy még egy szépsége, hipotetikusan, én ezt bele tudom látni, aztán ezt le kéne tesztelni, hogy így van, de ez az 50% ez még talán nem viszi le az ellenfelek életét 50% alá, és ugye a többi, amelyik már kevesebbet üt, az még kisebb valószínűséggel, úgyhogy gyakorlatilag az is benne van a pakliba, hogy N elsül kétszer, így, hogy ukmuk-fuk, gyorsan, és az egyik után még mindenki pont 50% felett marad, és a másik elsültével pontosan kivégzi az összes támadó karakteredet, úgyhogy Anna nevetséges, ezért már úgy nem is tud belőlem különösebb indulatokat kiváltani, inkább csak ezt a sajnálatot, hogy úristen, hogy hol tart a játék. Már a coinokat sem gyűjtögettem, ami volt, itt elpörgettem, természetesen nem jött a csilis, úgyhogy ennyit Annáról, és még mielőtt befejezném, ugye itt se vettem meg még semmiféle ajánlatokat, nagy valószínűséggel már nem is fog a vágy bennem élni. De még mielőtt befejezném ezt a videót, hogy megmutatnám nektek a pontokat, Epic szinten, Rare-en és Legendary-n még nem is kezdtem bele, nem is csináltam. Akit érdekelnek a csapatok, azt feltettem ugye a csatornának a community közösségi részére a print screeneket, hogy milyen csapatokkal mentem. Tulajdonképpen képzeljétek hozzá, hogy ez volt 7 vagy 8 pályán keresztül. 8 pályán keresztül. Igen. Ahol kék mobok voltak, ott is a pirossal támadtam. Ez a durva, hogy a 4-es pályán, ahol a piros volt a reflekt, ott is piros tímmel támadtam.
A 9-esnél már nem, ezek azért böszmék. A 9-es csapaton, a 9-es pályán a zöld csapat plusz Costume Gunner, mondom még egyszer, megtaláltok a csatorna community részében a print screeneket, és az utolsó pályán pedig kivettem ezt a Cilliant, a gyengébbiket, ami nincs limit törve, és helyette hoztam Falcont, és a második pozícióba pedig raktam Francot. Úgyhogy ez pedig így nézett ki. Hogy miért is mutatom ezt, ugye sokáig, sok időbe telt, míg elfogadtam annak a tényét, hogy tulajdonképpen nem érdemes az időt húzni, nem érdemes próbálkozni, hogyha nem sikerül egy csempe mozgatással legalább a 8., 7., 8. pályáig címszavú történnek, akkor kiléptem, és most itt direkt kíváncsi is voltam, hogy mennyi időbe telik összehozni mondjuk egy ilyen pontszámot, és megközelítőleg egy 30-40 percbe telt, de még egyszer ez úgy, hogy amint egy csempe húzás után nem klappolt a dolog, vagy rögtön láttam, hogy nincs értelme vele szórakozni, akkor X, és ugye mentem újra. Az ember azt gondolná, hogy nagyon sok flaskába, ez még nem telik nagyon sok flaskába, ha megnézem, a 8.85, ez nagyon-nagyon sok flaskába telne, de önmagában ez a 75. hely jelenleg, ahol vagyok, ez a top 500-ban most már egész biztos, hogy elég lesz. Ez nagyjából tényleg egy 30-40 perc alatt megoldható, de szigorúan kell tartani azt, hogy az időt, és természetesen ugye a harci eszközöket se pazarolja rá az ember. Ugye itt amiatt toltam meg ezt az epiket, mivel most egy gyűrű 3 pirost hőst is maxoltam, úgyhogy most megint gyűrű hiány van. Ezt mindenképpen szeretném felhasználni, és ami miatt viszont videó erről nem készült, de majd lehet éppenséggel, hogy egy következő alkalommal készítek azt is, mert így azért ez borzasztóan energiaigényes, meg batterifogyasztó, hogy csak tolni-tolni a restartot és közben videózni. Akartam még valami mást mondani? Azt hiszem, hogy nem. Úgyhogy jelen pillanatban ennyit szerettem volna, ez az án hős elemzés legyen meg, és láthatjátok, hogy továbbra is még begyűjtjük a trupp, vagy a epic hero tokeneket, és várok, hogy jelenjen már meg az az akció, hogy ki tudjam venni tarlakot, úgyhogy egészen addig egyébként én húzni nem fogok, és aztán szépen lassan majd egy videó formájában megcsinálom, valószínűleg egy külön videóban a 3-4 csillagos karaktereket, és aztán az ötösöket is, és akkor talán annyira nem vagyok elmaradva, mert klamídiáról pedig már volt szó. Így is van, úgyhogy szép hétvégét mindenkinek, találkozunk hamarosan, addig is sziasztok!